Egy nagy hello mindenkinek! Hello, sziasztok! Csá! Which is why every citizen will find a complimentary government issued aerosol can waiting in the mailbox. De most nem érdekel. Most már szét fogja baszni a fülünket. Igen. Süketen fogunk hazamenni. Vagyis csak én. This has been an announcement from the President of the United States. What gives, Sam? You missed your cue. What? Nem tudom, ezt meddig fogom bírni. Sem eddig. Az utolsó ügyünk ugye az internettel való boss fight. We're detectives, Sam, not mind readers. Hey, maybe we should mondott egy nevet. Mind readers. That's it. No, that's not it. Hogy volt a Roy G. Biff? Ez nem tudom mennyire vagy tisztába vegye, hogy ez egy rövidítés igazából. Minek? A szivárványnak. Szivárványnak a színeire. A Rainbow-nak. Micsoda? Roy G. Roy G. Biff. Roy, szóval R, red, O, orange, Roy, Y, yellow, green, blue, beef, I az nem tudom pontosan mi volt az. Micsoda? Azért nem tudom, hogy mi volt. Mindegy, angolban ennyit tudok szólni. És ki az a személy, aki a szivárvánnyal nagyon... Hugh Bliss! Úgyhogy igazából itt az elején lelövi már az egészet a játék, amin az ötödik epizódban gondolkodtunk, hogy ki áll az egész hipnózis tevékenység mögött, de mindegyiken, az összesen, egy ember áll a háttérben. Nem lehet Hugh Bliss. Mennek a hold. Ott az arca, bazd meg a... Tényleg, ne! Igen, tehát a legutóbbi rész óta, amint a recordingban talán ugye a youtuberek ezt nem veszik észre, akik a youtuber nézik az adásainkat, de 5 hónap eltelt. Ja, igen. Tehát, konkrétan egy egész nyár, úgy ahogy van. Igen, tehát az emlékezet is azért sokat kopott. Láttalak, jól nézel ki, Péter. Köszönöm szépen, te is jó vágású gyerek vagy, mondjuk sem panaszkodhattál igazán. Nem foglalkoztam csak azért. Fiatalos vagy. Ó. Elég vagy energiával. Igen, tehát igazából 5 hónapon volt rehabilitálódni az előző rész óta. Felkészülhetsz a legutolsó mindenre. Igen, tehát lelkileg lesérített ez a játék, azt azért meg kell mondanom, de... Lesznek még itt dolgok. De most újult erővel belevetem magam. Ne kérdezd azt, hogy most a Holdon vagyunk, ugye? Ne kérdezz el semmit. Se az, hogy hogyan kerültünk oda, se az, hogy miért kapunk levegőt, semmit ne kérdezzél, ami értelmes dolog. Fia, azt azért láttam, tehát, hogy a Batmobile az hirtelen elkezdett repülni az intrónak az elején, úgyhogy, és a végén. Az amerikai zászló. Itt megvannak a csillagok, nincs ott az a plusz egy, mint a 4. epizódban, ez érdekes. Egy holdjáró. Azt hiszem, holdjáró. Holdlátogató. Leszálló egység. Ez lehet egyébként egy valamilyen szatirája akar annak lenni, hogy van az a összeesküvés elmélet, miszerint a Holdon soha nem járt még senki, csak megrendezték az egészet. Igen? Igen. Tényleg? Aha, ezt nem vágod? Nem. Nem jártak volna, én nem hiszem amúgy, hogy szerintem, hát az űrbe végül is, basszus, de hogyha tényleg végig gondolom, hogy esetleg az emberek egyáltalán kijutottak-e az űrbe. Uh-huh. Minden erre mutat igazából, de ki tudja, lehet tényleg egy nagyon-nagyon széles körű összeesküvés is. Egyáltalán honnan tudod azt, hogy kerek a föld? Igaz, jó, tudom, ez is a lapos föld elmélet, meg ezek a farsarok így előjönnek, de arra sincs semmilyen bizonyítékot, legalábbis te magad, mint ember, te ezt hallod, ezt plantálják be így gyerekkorod óta, és elfogadod, hogy kerek a föld, de nem tudod igazán megmondani, hogy tényleg kereke a de föld. De abúgy, most, hogy erre így kitérünk, egy nagyon sok mindent el szoktak tusolni amúgy, de közben ott van a föld is, ami most lapos, mert... messzebbről tisztább. De érdekes, hogy a felhők is így ilyen érdekesen látszódnak. Emlékszel erre a figurára? Aha. Nem. Nem igazán. Aha, nem. Jaj, de. Ő volt Medve Ted, a Don, aki felrobbant a harmadik részben. Aha, tehát ő volt az izé, a
antagonista, a fő ellenségünk. Igen, a beépített ügynöke, szóval ő volt a beépített ügynök, hogy beépül a maffiába, és ott tevékenykedjen, csak nem vették észre, hogy ő igazából a vezetője az egésznek. És most már nem az. Néztem a Top Moments-es videódat. Igen. Annak a végén, de abban a részből is volt egy kis bevágás. Ja, 200%-ra gondolsz? Aha. Ja, az jó volt. Voltak jó dolgok, rögtem előttük. Hát nem véletlenül oda, csak a legjobb jelenetek kerülnek be. Are you still a notorious criminal? Or an obscure one, like Kevin Mitnick? No, I've repostulated my lemma since prismatology found me. It's the straight and narrow. Ez ugye az a cucc, amit a Hugh Bliss a könyveivel, műsorával, mindent, amit eddig csinált, azzal így reklámozott ez a... Ez jobb prizmatológia, jól hangzik. Tehát én meg tényleg, ahogy mondta, elhittem, hogy létezik egy ilyen dolog a valóságban. Tehát, hogy... Hát... Biztos, hogy nincs ilyen szerintem. Ki tudja, csak... lehetséges, hogy van. Vagy mit majd feltaláljuk. Szerintem mert valami áltudomány lesz amúgy. Harry Moleman will never be sensitive about being diminutive again. Or about referring to himself in the third person, apparently. Ugye most Harry amúgy egy vakond. Ezen te is meglepődtél meg a harmadik részén, arra emlékszek. Így ez alapján tényleg nehezen tudnám beazonosítani, hogy mi a faszom ő, de... Prismatology helped me put Harry Moleman back together again. Looks like it may have left out a few pieces by mistake. Igen, most Harry most arra gondolt, hogy most így lelkileg tört össze, de mi meg úgy értettük, hogy egy egész gyárral együtt robbant fel. Aha. Szóval, hogy maradtál életben, buddy? Az itt a kérdés. Akkor csak a szokásos igazából minden karakter elbeszél egymás mellett, és... Persze, ez olyan, mint a képregény, ez a képregényes filozófia, tudod, hogy a Marvel univerzumban is meghal egy karakter, a következő részben visszajön valamilyen formában. Fú, ne is beszéljünk Infinite War, még mindig nem láttam, persze tudom, hogy mi van benne, de... Igen? Igen, tehát... Én nem láttam. Meg akarom nézni, egy csomó filmet be kell pótolnom úgy, ami képregényes, a hangjától kezdve mindent. Na, emlékszem, amikor kijött, egyik haverom ugye a Busai, ismered, Busó? Igen. Ő elment megnézni. Osztálytársunk volt, nem? Igen, és én pont streameltem, megjelent streamen, és konkrétan rögtön leszpoilerezett mindent nekem a chaten, tehát egy féregségből vágott, tehát tényleg szintiszta féregségből csinálta. Az igen. Ez imádom a Busót, meg mindent. Egy kis apróság, itt van amúgy az a ruha, amiben még a Dauntedet játszotta a Harry. Ez így a kukába. The past is only useful as fertilizer for the future. Hugh Bliss said that. Szóval Hugh Blissnek dolgozik, eddig is ő neki dolgozott amúgy passzívan, ami nem tudott róla, gondolom én. Vagy lehet, hogy tudott róla, és éppen ezért nem pofázik olyan sokat. Mindegy, eléggé furcsán viselkednek itt a emberek is, ez igazából ez a bolt egy ilyen Hugh Bliss franchise féle dolog, a könyvek, pólók, meg hasonló finomságok. These hypnotic goggles were an early prototype of the hypnobeam technology currently being used to further the worldwide goals. Hogy Hugh Blissnek van egy ilyen személyi kultusza. Igen. The goggles were stolen a few months ago. Van, tényleg van akkor? Some people will take anything. Azt próbálja átadni az embereknek. Nekem mindig is ő volt a legpozitívabb karakter, és akkor a végén kiderül vagyok, hogy ő a legnagyobb geci az egész igen, a franchise-ban. Igen, figyelj csak, ez ide konkrétan kiírja a mesteri tervét. Hold rossz származik, Justin. Jó, oké. Szóval a Prismatology csuklós játékmafia, mire a lakosság elnök, amerikai kormány, internet, Roy J. Beef. Ott van minden. Minden, amivel eddig közünk volt, amin nyomoztunk, mindegyik egy emberre fókuszál. Ez igazából ő vele indul ki az egész fa, úgy, ahogy van. Kezd összeállni végre a kép. Ja. Ez tök jó, ez a izé. Hugh Bliss árul ilyen mágikus tárgyakat is ebben az epizódban, és meg kell szereznünk szinte mindegyiket, amit tudunk. Ezek lesznek majd azok az itemek, amiket így a puzzle részeknél fogunk használni. Ugye mindig vannak ilyen itemek, mindig is voltak, csak ezek ilyen specifikus, ilyen... mit akartam? Hirtelen akartam mondani. Ilyen misztikus, varázslatos eszközök. Kicsikét túlságosan is fantazi jellege van.
Érdekel, hogy mondjuk milyen tárgyakat örököltünk meg az előző részből, tehát a inventory-ban mik vannak. Ezt megmutatom neked akkor gyorsan. High falls, crushing force, sonic weaponry, diamond tip drills, hurricanes, poisons, cynicism. És ami még mindig érdekel, és ezt nem hagy nyugodni. Hol van Bosco? Bocsánat, mit mondtál? Hol van Bosco? Bosco a földön van. Szóval Harryt végig sorolta, hogy mi ellen igen, van védve. Ilyen prizmatikus fegyverek, meg ilyen baromságokat. Igen, és ne nyújj hozzá, mert eltöröd. Ultimate fasz. One moment, please. I'm supposed to frisk everybody when they leave. Just a formality. Of course. Oh-ho! What's this? I knew you were up to something. Ruining my career with the toy mafia wasn't enough. Now you want to cost me this job? Most besároz a kis köcsög minket, mi? Ja. Nem annyira, hát visszateszi a helyére és ellophatjuk újra igazából. Igazából már most el tudjuk vinni, megmutathatom a trükköt. Na. De később tudjuk majd kivenni az üvegből. Szóval ellopni el tudjuk lopni most is. Berakod a sapkád alá? Az jaj, várjunk az inventorit megmutatom neked. Ennyi. Nagyon jó. Ne. Az bogarunk, az hiányzik nekem nagyon. Igen, amúgy én is emlékszem, erre fókuszáltam, hogy csak a bogárot legyen, de... Én pont ezért nem, ez a második kedvencem, és a legelső kedvencem az a játék maffiás rész. Nincs itt a bogár. Na, segítségül kell hívnunk Max-et. Gyere, Max. Ne röhögj hangosan. Ezt a fasságot. Oké. One moment, please. Okay, go ahead. Ennyi. Ennyit kellett elhoznunk tőle. Max-et meg se motozzák. Jó, mondjuk nincs mit. Tehát igazából mestelen, bazd meg. Ez nyúlsz a seggébe úgy konkrétan. Ujj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 j
14. epizódban, hogy ki volt a csuklós, meg a pöttyös labda. És jó, ez a Super Bowl. Ami magyarul pöttyös labda. Super Bowl. És utána tértünk ki a pöttyös labda, bazd meg. Jó, mindegy. Tudod, én hát mint amerikai foci rajongó, egy offendálva érzem magam, de mindegy. Most ilyen nagyon aranyosan néz ki ezzel a szép fehér. Szivárványos nyakkendő, az meg egy gondolj bele, ez mekkora merchandise, tehát hogy simán zabálnék egy ilyen nyakkendő, tuti, hogy van. So let me guess. You're guarding the door to this retreat. Affirmative. I have a passion for it, sir. And Hugh Bliss believed in my door guarding abilities when no one else would. Hát ez biztos. Ő aztán nem mozdul el semmilyen áron. Only level red prismatologist may enter Hugh Bliss's magical paradise. Megvadulsz! Nem ember! De ő is csinálja ezt a szarságot. Magical. De még Hugh Bliss szájából már megszokhattuk, hogy izé mondja a vékony hangja, aztán ting! Ez ütött, ez fú. Magical. Mint hogy valami Dragon Ball paródiát nézni. Próbáljuk ki a... Ja igen, bemehetünk, csak előbb el kell végeznünk egy tesztet, hogy mennyire vagyunk színesek, vagy mi a bűbát azt akarták. A unicorn? What am I supposed to do with this? Rub it, sir. Rub it! Harder. Faster. És változik az izé, szarvának a színe. Minél erősebben dörzsöd, akkor változik a szivárvány színében, szóval legalább kéktől indul, vagy nem tudom mi az utolsó, ibolya vagy lila, valamilyen lila szín, és pirosnak kell lenni ahhoz, hogy bemessünk az ajtón. És igazából annyi a trükkje ennek az egésznek, hogy minél erősebben dörzsöd, akkor fölmelegszik, és akkor úgy lesz piros. Nekünk sárgán van, hogy úgyhogy kell keresnünk majd egy meleg helyet. Hogy ne nézzél ilyen furcsán, mert ugye előbb bukkannak a meleg poénok a szivárványról, meg mindenről. Nem, 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 semmi ilyesmi. Igazából
bele se gondoltam, hogy ez erről szól, tehát... Nem erről szól, csak így látom a fejedben ezt a... Nem, én azt mondod, buzin nézek. Nem, csak hogy erre akarsz majd kitérni. Nem, kivételesen nem. I'm one with the door. We exist in the the door is an illusion. Jézusom. Akkor ő is egy illúzió, nem? Nem, de az ajtó az igen. De ő meg azt mondta, hogy egyek vagyunk az ajtóval. Igen, hát ő az ajtó konkrétan. Az ajtó az csak úgy ott van, víznek. Jó, akkor most már értem, hogyan érti. Van mögötte, amúgy ez csak egy függöny. De faszért nem kerüljük meg? Nem tudjuk, mert mögötte nincsen semmi, és nem is engedi a játék. Akkor miért akarunk ott átmenni? Azért, hát majd meglátod. Ez egy mágikus ajtó. Tudod, Hugh Bliss-szel van dolgunk. Elfelejtette. Mágiázik, meg fasságokat csinál. Kibaszott kuruzsló az a tag. Úgyhogy vissza kell mennünk, az egy szarút föl kell melegítenünk. Tényleg? Igen. A hőmérséklet a holdnak mennyi? Ezt tudod? Csak így fun fact, mert én nem tudom. Hát figyelj, hogyha a sárgán világított az a nyavajás egy szarú, akkor biztos, hogy nincsen annyira hideg. Uh-huh. Akkor menjünk Boscohoz. Oh, sweet Bosco, nem tudom, hogy készen állok-e erre, de... Készen állsz rá. Kétfogú Jimmy fogja ezt a elparkoló órát. Hi, Jimmy. Up to no good as you. Később kiderül, hogy miért. Uh-huh. Mert most egyelőre csak... így ott lóg, kapaszkodik, de hogy miért? Az majd később kiderül. A következő rész tartalmában. Ó, mi változott? Nem néztem meg. Csak plakátok. Mi? Azt hiszem, Destroy... Jaj, mert elpusztítottuk az internetet, ott volt ugye a újságban. Mi, most ez a Bosco valamilyen cisgender behatárolhatatlan, nem tudom. Olvas a sorok között. Mi változtatta a nevet? Ő most a saját anyjának költözött be. Tudja a francot. Tényleg a beszélstílusa is változik az öltözetével. Moma Bosco, vágod? Ez a névtábláján. Miért pont az anyád? Na, ezt szeretném én is tudni. Ezt nem tudom elolvasni, de valami Steve. Steve, Sweet Steve. Nem hiszem, hogy Steve. Store, Sweet Store, nem? Lehet, hogy ez. De miért pont az anyád? Who in their right mind would dress up as their own mother? No one. Good point. Look at me when I'm talking to you. Jönnek az izé mamás poénok. Én nagyon szeretem az édesanyámat, de én nem öltöznék be úgy, mint ő. Már csak azért se. A húgom az öltözik olyannak, de hát értelemszerűen hát nőkből vannak, de ez azért... Jó, mondjuk ez eltér, hogy anyukát hogyan öltözik, tehát attól is, azon is múlik, nem? Persze, értem. Mert ha lehet, hogy anyukát bőrjackibe öltözne, mondjuk minden egyes nap, mondjuk talán az sem. Az én elhasznált pólóimat használja pizsomának néha, de... Na, akkor igazából ez így megvan fordítva, tehát ő öltözik Dávidnak, nem? Nem, mert tehát... szemveget nem beszél se boxer. Ja, jó, oké. Okay. Mindegy részletkérdés. Honey? Jézus, faszom. Pont olyan, mint az apád. Ja, faszom! Édes Istenem. Szeretnénk venni valamit? Szeretnénk eladni valamit? Mit? Semmit. Semmit, jó. Nincs mit eladni. És ad nekünk egy fagyit, vagy mi, nem tudom. Mit tudsz ajánlani? Ja, igen, a földrengés keltő. Max, why can't you be more like your brother? Sam, I don't want you hanging around with him. He's a bad influence.
Marha jók ezek a lányok, nagyon jól kitalálták a gyarúsokat. Mennyit kérhet ezért a földrengés dologért? Múltkor valami 100 milliót kértek érte, azt hiszem a legutóbbi. De több volt. Már milliárdoknál jártunk. Figyelj, várj. Most szerintem meghúzzák a váratlant, és valami eszméletlen alacsony ár lesz, vagy kriptovalutában kéri. Mondjuk nem az 1000 régebbi játék a faszomat. Jaj, nem tudom. Szerintem valami alacsony ár lesz. Nem. Kurva anyád! És igazabban! Kecsire igazabban! Ez nagyon igaz. Tök mindegy, milyen pakosnálat, mert megveszik. Mi megvesszük. Hogy azt őt nem érdekli. De mi meg fogjuk venni, és most is meg fogjuk venni. Az, hogy azt őt nem érdekli. De ez biznisz, öregem. Ők az egyetlen vásárlók, és gazdaggá teszik ezt az embert. Én nem is tudom, hogy miért nem mentnél nyugdíjba a Bosco. Jó, mondjuk igazából... Kvázi, ahogy ránézünk, kvázi nyugdíjba ment. Igen. De akkor is, baszki, ennyi pénzzel. Jézusom. Jaj. Jaj. Nem úgy megy ez. Ez. Do you have any completed artificial personality disorder symptoms forms? Mindene van. Jó, értem a point. Do you have any video of a chicken eating cow manure for laughs? Ja, most mindenre ezt mondjuk. Aha. Do you have any global meatball sandwich positioning systems? Mm-hmm. Oh, you gotta be kidding me! Do you have any 3-foot by 2-foot cue cards that say don't vote for me? Mm-hmm. What? I can't believe this! Do you have any instant win cheat codes for reality 2.0? Mm-hmm. Oh, why didn't we ask before? Do you have Hugh Bliss tied up back there? No. Never mind. Szóval most minden van, csak Hugh Bliss nincs. Hugh Bliss, igen, az egyetlen dolog, ami kell nekünk. Igen. De mi az, szeretnénk valami eladni? You know, Bosco, we've collected some pretty valuable merchandise on our travels. And we have the sneaking suspicion you've got a little extra spending money. So how'd you like to buy something from us for a change? Okay. Do you have any copies of the uncensored 1982 Armand Asante lookalike contest on Betamax? Nope. Oh well, that's the only thing I really need. Hát sorry, Bosco. Legközelebb tartsál magad mögött egy hublist, és akkor mi nekünk is lesz olyanunk, amit ő mondott. Jaj, valahogy annyira gondoltam tényleg, hogy valamilyen elképesztően túlmagyarázott hülyeséget fog kérni, ami esélytre, hogy legyen, tehát... Nekem túlmagyarázott hülyeségnek tűnik. Na? Berakjuk a mikróba. Tuti nem lesz még piros. De piros lesz. Persze. Ezt internetről lestem le, hogy hogyan lehet ki megcsinálni ezt a puzzle-t. Forró és piros. Jaj, Isten. Jenszi, bevisítok. Szerintem olyan kurva hangos lesz ez a felvételen, hogy figyelj, szerintem tudod amúgy, hogy az összesen sikítasz, mint a rohadt télet? És igen. Én körülbelül ilyen 100 decibellel veszem le így a hangerőt. Úgy rakom fel a felvételt. Hogyha ezt mondjuk így egy live-ban csinálnád, akkor már egy mentetetlen lenne. Ja, irodában már útba esik. És nem tudom elnyomni fenébe. Hajlamos vagyok megvadulni. Megértem. Erre a játékra aztán meg lehet. Ez a szép elnöki szőnyeg, ez azért nagyon kellett, de nem értem, hogy miért nincs rendes asztal. Ez miért van nyitva még? Bővülnek a dolgok. Most mit kaptunk? Az elnök levágott feje. Amit Max leütött. Tudod, a puppet. Legutolsó is volt az elnököst, az nem van ez is? Ja, nem, bocsánat, tényleg. A hülye vagyok, a VV szemüveg. Oké, hülye vagyok, emlékezett kiesésem. Még jó, hogy valaki felkészült. Ja. Az egy epizóddal később volt. The fro behind Brady Culture's unfashionable hypnosis plot. És ők mind a Hugh Bliss-nek a szolgái. Valamilyen szempontból. Leonard nem. Leonard talán nem. Ő egy csaló. Csak egy. Leonard csak egy faszapó, igen.
De mennyire beletörődött a sorsába, nem? Meg se szólal, bazd meg. Ne, hogy tudna megszólalni? De le van tépelve? Azt persze, hiszem, le van. Kurva ronda izé. Hirtelen bajusznak láttam. Tudod, nem tudom, tehát, hogy a de ott van fölötte a bajsz, ja. Szóval... Szóval hipnózis maci a játékmafiától van, onnan Harry volt, stb. A kultúr pedig nem tudom, onnan szerezte ezt a hipnózis dolgot, de saját önző céljaira használta, és nem vált be neki, úgyhogy megbaszta. Igazából a Cultus Bready az egyetlen olyan karakter, aki totál érdektelen lett így a végére. Uh-huh. Nagyon eltörpült az ő cselekedete. Na, szervusz Leonard, majd jövünk. Nem jó, most ugye Jimmy nincs itthon, tehát vele nem. Jimmy nincs itthon. Ez kell nekem a válfa. Sam, ja, jó. Jó, tudom, hogyha szem mellett van Max, akkor nem tudjuk levenni azt a izét. Ja, de mégis tudjuk. Ó, de jó. Nem, az első epizódban nem lehetett, ugye? Mert hogy kellett a sisakra, hogy tudjuk blokkolni a hipnózis sugarakat, de meg szem már be van építve a sapkájába egy olyan eszköz, úgyhogy őre alapjáraton most már nem hatnak az ilyen hipnózis sugarak. Maxre meg alapértelmezetten nem, hogy miért, az azt még nem tudjuk, de... De ezt ne is próbáljuk meg megindokolni, szerintem. Micsoda? Civil Open. Királynő. Sírónő. Hogy ez mi? Civil egy királynő. Igen. Relax E. Hello, Sam. Hello, Max. Hogy integet marha jó. Is Sybil hearing the voices again? The people. Köznép, micsoda izé fordítás. We just got the best job ever. We are the queen of Canada. I always thought Rush was the queen of Canada. Hogy lett király? Ez engem is érdekel. How'd you land that gig? Did you find half of an old locket dripping with syrup and bacon grease, hinting at a long-forgotten lineage? Nothing that interesting, we're afraid. We answered a classified ad. Yeah, the Canadians are practical that way. They've been looking for a figurehead to give the country a little bit more class. They said we were the perfect candidate. Tudod, így a valósághoz összeviszonyítva, tehát amennyire én még legutoljára néztem Kanadában, nem volt királyság, tehát így... Én is ezen voltam, hogy meglepődve, hogy mióta van ott királyság. Szerintem alapvetően soha nem volt igazából azon a kontinensen sem királyság. Sosem volt, hiszen a kanadaiak azok a amerikaiakról váltak le, nem? Kanada az, ami francia gyarmat, fa se tudja, milyen gyarmat. Az tényleg? Akkor az. Igen, ők valamilyen gyarmat. De biztos, hogy nem volt királyságot. Maximum a franciáknál. Thanks for the offer, guys, but we've got things under control for now. You're helping a lot just by not making any... Azt tudom, hogy Kanadának vannak olyan részei, hogy egyik partja, ami ugye annak francia gyarmat volt. Majd biztos lesz egy néző, aki eszméletlenül kellene a történelmet, és akkor majd leoszt minket. Ja, igen, elfelejtettem mondani még az izé a föld lapos dolognál, hogy a történelmet is amúgy egy rengeteg információ van, amit meghamisítanak, meg eltusolnak, és úgy adják le a törri könyvekbe, hogy ez így fact. Uh-huh. Szóval, és mi olyan, tegyük fel, hogy mi abszolút hazugságokat tanulunk, és abból kell felelnünk, és abból kapunk egyet, abból kapjuk az érettségit, bazd meg, csobó ilyen fasságban, amit így kitalálnak. Nem tartom kizártnak, hogy így van. Sőt, igazából majdnem biztos vagyok benne. Tehát ugye van ez a mondás, hogy a győztesek írják a történelmet. Igen. Ők meg azt írnak, amit akarnak, hogyha győztek, úgyhogy... Persze, tehát... Mondjuk azt mondjuk, ha a harmadik birodalom megnyeri a világháborút, akkor lehet, hogy most nem arról az elnyomó hatalomról, meg a holokausztus dolgokról, meg ezekről tanulnánk, hanem valami más. Lehetséges. Akkor nem ők lennének a rossz fiúk a történetben. Igen. És nem ők lennének a rossz fiúk minden egyes, mondjuk közép, nem, világháborús játékban, na erre gondoltam. Igen. Apropó világháborús játék, akkor senki nem piszkálná az oroszokat, a kínaiakat, meg a nácikat sem. Persze. Kiket szoktak még belerakni? Ez a hármat szokták, nem? Ja, meg az muszlimokat. Terrorizmus miatt.
Hát ez... Na, Vagy mi az? Iszlám? Vagy, az igazából figyelj, ha belegondolsz, az iszlám a legnagyobb világvallás, tehát a legtöbb követője annak van, tehát... Hát... furcsállom. Bár... Annyira amúgy én nem. Meg neked egy teljesen más képed van mondjuk a iszlámról, meg a muzulmánokról, mint mondjuk egy felvilágosult muzulmánok. Mert vannak felvilágosult muzulmánok is. Persze, értelemszerű. Úgy megvetik az ehhez hasonló terrorcselekményeket. Igen, igen, természetes. Régen is voltak őrültek, akik a kereszténységről mondtak, hogy mindenféle baromságot, meg ilyet olyat kitaláltak, szóval ez nem újdonság, csak az eszközök mások. Persze, tehát ha történelmileg megnézed, igazából a kereszténység is elég sok szarban benne volt. Persze, tehát, ez egyértelmű. Eddig volt már politikáról beszéltünk egyszer, most meg vallásokról. Ja, szerintem a legdurvább témákat azokat már így elővettük, úgyhogy térjünk szépen rá az erotikára is gyorsan. Jó rendben. Nem is figyeltem, hogy milyen beszélgetés volt itt, de szerintem lényegtelen, mert... Arról beszélt, hogy a szakmája, mint királynő, hogy az miben ismerül ki, hogy hoki meccsekre bedobja a korongot, meg aztán pénzért pózol, tehát ez a legkényelmesebb melló a világon, amit talált eddig. Fantasztikus. Értem. Érdemileg hát sok minden nem tett hozzá. Tehát... Hát nem, mert nekünk csak a egy szarvút kellett csinálni. Nekünk csak az egy szarvú kellett berakni a mikróba, meg... A szeizmográfos izét, amit a Boszkóáról ezt meg fogjuk venni most is? Mit? A földrengés kettőt? Aha. Meg, persze. Hogy? Az... ezt akkor... Itt a válfánk. Hé, hol van a... Ja, nem, Max lenyelte a izét, a gömböt. Ki kell szednünk majd belőle. Az is egy külön történet lesz. Szuper. Úgy érzem, hogy ez a felvétel mégse lesz annyira rövid. Ja, ott egy műhold. I think that's a satellite.